Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Dragon Cserita vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Április közepétől nyitotta meg kapuit újra a Vosinczky-Mohr megyei múzeum. Borok, beszélgetések, első alkalommal szerveztek borrandevút Tamásiban. Közadakozásból állítanák vissza az eredeti állapotába a szekszárdi országzászlót civilek. Székelyföldtől Tolna vármegyéig 120 éve született Földi István író. Egy hosszabb kihagyást követően április közepétől nyitotta meg kapuit újra a Vosinczky-Mohr megyei múzeum. Az intézmény most igyekszik bepótolni az elmaradt rendezvényeket. Ezek közé tartozik a Történelmi Filmklub és a Múzeumi Esték című előadássorozat is. A múzeum főépületében egyébként felújítás is történt. Négy és fél hónap bezárást követően a Vosinczky-Mohr megyei múzeum kiállításai újra fogadják a látogatókat, és ezzel együttesen a zárás miatt elmaradt programokat is bepótolják, mondja Ódor János igazgató. Részben a múzeumi esték sorozat előadásai maradtak el, másrészt pedig a Történelmi Filmklubnak a filmvetítései sorolandók ide, de ezen kívül kiállításnyitókkal is készültünk, és várjuk a kedves látogatókat. Ebből már egy meg is valósult, most múlt szombaton Hence Tamás festőművész kiállítása nyílt meg. Ezt fogja majd követni május 18-án a Múzeumi Világnapon, Vosinczky emléknap keretében a Sárköz embere, Bogár István életét bemutató új időszaki kiállításunk. 100 esztendeje született a Sárköz, jelentős kutatója, itt helyben nagyon sokan ismertek, és nagyon fontos, jelentős alakja a Sárköz kutatásnak. Úgyhogy ez a két kiállítás van. Az előadás sorozatok közül pedig már a második eseményre került sor. Mint a címből látjuk, ugye Bécstől Budáig, tehát egy 3-4 éves időszakot fog felvenni az előadás. Az az igazság, hogy kicsit messzebbről kell indítani ezt a történetet, mert hogy Bécs ostrobát nem lehet megérteni, hogy ne tudnánk, hogy mi zajlik Európában. És a kettő szorosan összefügg egymással. Ugye az 1648-as Európát látjuk. Domokos György, a Hadtörténeti Intézetnek a kutatója, a török aloli felszabadító hadjáratoknak a várostromairól, különös tekintettel Bécs 1683-as ostromáról fog majd beszélni, de ezt követően Herman Robertet is várjuk, aki több alkalommal is megjelent már nálunk és tartott előadást, most éppen az amerikai észak-dél elleni polgárháború időszakából két ostromot fog kiemelni, és legvégül majd Háner Péter Basti ostromáról fog tartani előadást. Úgyhogy azt gondolom, ezek mind érdekesek, jó előadókkal, általában szerdánként 14-15 órás kezdettel várjuk a kedves látogatókat. Itt van Hollandia, ugye az első polgári köztársaság, amelyik ugye kereskedő nemzet lévén. Ugye az első gyarmatét is ebben az időben szerezte, a Kelet-indiai társaság, amelyik szintén ebben az időben jön létre. Itt van Spanyolország, amelyik ugyebár korábban Európa vezető hatalma volt. Most már csak az árnyéka önmagának. Ha a dolgozókat nézzük, akkor múzeumvezetésnek az is célja volt, hogy egyrészt, hogy munkát tudjunk adni, és szakmai munkát minden múzeumi dolgozónak, és így adatbázis feltöltésbe haladtunk elég jelentősen, de ezzel párhuzamosan az is egy szándék volt, ha már az élet így hozta, akkor nagyobb online jelenlétet mutassunk meg magunkból, úgyhogy emiatt is voltak különféle honlapunkon, illetve közösségi oldalainkon látható különböző megjelenések. Ettől függetlenül tartottunk kabátos tárlatvezetéseket a nagy hidegben is, úgyhogy valahogyan azért megpróbáltuk ezt úgy átvészelni, ezt az időszakot, hogy a jusson és maradjon el is, érvényre jusson.
Az intézményben egyébként felújítás is történt. Ez egy pályázati pénz, Magyar Géniusz program keretében egy vándorkiállítást fog majd a múzeum fogadni szeptember 20-áig. A múzeum földszinti két nagy termét, illetve folyosóját újítottuk meg. Ebbe került egyébként most az a Hence Tamás festménykiállítás, majd itt fogjuk fogadni a júniusban múzeumok éjszakáján Omega 60 kiállítást, és majd ősszel fog ide érkezni ez a Géniusz vándorkiállítás, ami a vidéki múzeumoknak a kincseit foglalja össze. Kilenc pincészet 30 fajta borral érkezett Tamásiba az első alkalommal megszervezett tavaszi borrandevúra. A rendezvényt hagyományteremtő céllal hívta életre a Tolnai Borút Egyesület a település művelődési házával karöltve. A Zöld Pont és Civil Ház udvarán igazi piknik hangulatban zajlott a jó hangulatú rendezvény. A Tolnai Borút Egyesület és a Tamási Művelődési Központ közös szervezésében zajlott le az a rendezvény, amelyet első alkalommal szerveztek meg a borkedvelők számára tavaszi borrandevú elnevezéssel. A Művelődési Központ úgynevezett boros rendezvényeinek a sorában egy teljesen újszerű kezdeményezés, hiszen azt gondolom, hogy a városban, illetve a város környéken, sőt most már nagy örömünkre, a távolabb élők is jól ismerik a tamási szüreti napokat, a Tolnai Borok éjszakáját. Azok a bortermelők pedig, akik szívesen megmérettetik magukat minden évben boraikkal, azok pedig a járási borversenyen találkozhatnak a Művelődési Központban. A mai rendezvényen pedig a Tolnai Borút Egyesület borászai mutatják be a boraikat. Ilyenkor lehet találkozni a borászokkal személyesen is, tehát míg a szüreti napokon nyilván csak a borokkal találkoznak a látogatók, most a borászokkal is, úgyhogy nem csak egymással, hanem velük is elbeszélgethetnek, és tulajdonképpen arcot kapnak azok a kiváló finom nedők, amiket pedig elfogyasztanak. A szervezők szeretnék, ha az esemény a jövőben részévé válna a tavaszi programok sorának Tamásiban. Az a szándékunk, hogy ezzel hagyományt teremtsünk, ez ugye az idei, az első alkalom, de bízunk benne, hogy a következő években, a tavaszi hónapokban mindig évről évre megrendezésre kerülhet ez az alkalom, és hogy talán már egy évtized múlva azt mondhatjuk, hogy ez is egy nagyon-nagyon jól bevált, jól működő rendezvénye a Művelődési Központnak és a Tolnai Borút Egyesület. Az időjárás is nagyon kedvezett ennek az alkalomnak, szabadtéren tudtuk ezt megrendezni, hiszen maga az intézmény, a Zöld Pont és Civil Ház, a Művelődési Központ egyik intézményegysége, és annak ezen a nagyon kellemes udvarán azt gondolom, hogy ez az első olyan alkalom, amikor kihasználhatjuk ezeket az adottságokat és ezeket a lehetőségeket, mert hogy a jövőben is tervezzük azt, hogy egyrészt az intézményen, az intézményegységen belül is számos programot fogunk megvalósítani, és kihasználjuk azt az egy kicsit zárt, de mégis nyitott helyet, ami itt az udvar és ez a féltető biztosít, úgyhogy reméljük, hogy a közönségünk, illetve a mostani látogatóink is nagyon kellemesnek találják, és visszatérnek majd sokszor rendezvényeinkre. A délután folyamán lehetőség adódott a borok mellett a baráti, a borászokkal pedig akár a szakmai beszélgetésekre is. Borokat eladni borkóstolással, a borkultúra fejlődésével és beszélgetéssel lehet. Ahhoz, hogy egy borász be tudja tudni mutatni a borát, ott meg kell kóstoltassa. Mai délután a borokról, a borbarátokról, a borászokról, a beszélgetésről, a kapcsolatokról és egyáltalán együttlétről szól. A résztvevők, elmondtam talán valamennyire már az előzőekben, egyszer a borászokról szól és a borfogyasztókról. Borászok a Tolnai Borút Egyesületnek a borászai, akik eljöttek megmutatni több mint 40 féle bort, a vendégek pedig a borkedvelő társadalom. A kínált borok között mindenki találhatott neki ízlőt, több mint 40 féle bor sorakozott az asztalokon. A Tolnai Borút szinte összes pincészete képviseltette magát az eseményen. Hárman nem tudtak részt venni egyéb rendezvény miatt, de a nagy része az szívesen jött a másikon. 40 féle
körüli bort hoztak ide. A fehér, a rozé, a vörös, a kadarka, a merlot, mindenfélét hoztunk, tehát szerintem fajta borból legalább 25 fajta bor van, tehát aki ide eljött, ő nagyon sokfélét tud kóstolni. A hosszú évek tapasztalata az, hogy van, aki a fehéret szereti, van, aki a rozét szereti, van, aki a vöröset szereti, és van, aki a félédes bort szereti. Az emberek minél több bort kóstolnak, és minél jobban tudják azt, hogy melyik az ő boruk. Ez a borkultúrának az alapja. Kell tudni megfogni a boros poharat, kell tudni megkóstolni a bort, és kell tudni egy idő után különbséget tenni a különböző borok között. A borkóstolás szabályait pedig örömmel ecsetelték a szakemberek is egy-egy beszélgetés alkalmával a délután folyamán. Tamási város polgármester büszke rá, hogy a borkultúra egyre nagyobb teret hódít magának a városban. Bátran mondhatom, egyre erősebbek vagyunk boros rendezvényben. A megszokott szüreti fesztiválunk szeptemberben, most már a megye egyik legnagyobb boros rendezvénye, és emellett más ehhez hasonló programunk, rendezvényünk is van a városban. A mostani ez egy kicsit új kezdeményezés a Tolnai Borot Egyesület által. Én talán egy kicsit ilyen lobbypartihoz is tudnám hasonlítani, hisz ezen a rendezvényen csodálatos jó időben, itt az 5.10 civil házban, itt nem csak a környékről, hanem távolabbról is érkeztek vendégek. Itt találkozhat az író, a költő, a vállalkozó, a politikus, a közgazdász, tehát sok mindenki, olyanok is, akik nem ismerik egymást, és egy jó bor mellett gazdát cserélhetnek a gondolatok, kapcsolatok alakulhatnak ki, amiből nem csak a magánszemélyek, hanem talán a város is épülhet egy picit. Közadakozásból állítanák vissza az eredeti állapotába a szekszárdi országzászlót civilek, ehhez viszont fotókra lenne szükségük. Emblematikus építménye lett néhány év alatt a szekszárdi Béla király térnek az ott felállított országzászló. Kevesen tudják, de innen mindössze nagyjából 2 méterre a történelem során már állt egy hasonló emlékmű. 1939-ben közadakozásból, tehát nem terhelve a városi költségvetést, összeadták az emberek a pénzt, megbízták, természetesen az akkori polgármester Vitéz Vendel István vezetésével és aktív közreműködésével megszervezve a közadakozást is, illetve a pálya munkát is kiadták. Több jelentkező volt, aki vázlatokat készített, hogy milyennek képzeli el az országzászlót, és amit elfogadtak végül, az utolsó változat, amit aztán meg is valósítottak, és egy Konrád Sándor nevű szekszárdi művész kapta meg a feladatot és a lehetőséget, hogy ezt az ország zászlót elkészítse. Az átadón körülbelül 10 000-en vettek részt, az országzászló viszont rövid életűnek bizonyult. A szovjetkori elvárásoknak megfelelően, ugyanis alig 10 évvel a felállítását követően 1848-as emlékművé alakították át. Azt mondták, hogy egy kisebb átalakítással majd ez lesz a 48-as emlékmű. Hát az a kisebb átalakítás azt jelentette, hogy ki kellett fűrészelni a kettős kereszt, az apostoli kettős keresztet a stilizált hármas halomnak a tetejéről, illetve a koronás címerből, ami kijött. A magyar hiszek egynek a sorait le kellett verni róla, hogy hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Levették róla hadi özvegyek, hadi árvák, hadi rokkantaknak a címerét. Gyakorlatilag még a Tolna megye és Szekszárdváros címerét is lekopaszították róla, és
ugyanazzal a művésszel erőszakoltatták meg ezt az emlékművet a szabadságharcunk nevében, tehát a szabadság nevében erőszak áldozata lett, nem csak a művész, nem csak az ideológia, hanem maga az emlékmű is. Most civilek fogtak össze, hogy ugyanúgy, mint annak idején, közel 100 esztendővel ezelőtt közadakozásból állítsák vissza az országzászló eredeti állapotát, ehhez viszont fotóra lenne szükségük a hajdali díszítésről. A kettős kereszt hiányzik róla, a magyar hiszek egy szavai hiányoznak róla minden, ami a korabeli eredeti alkotáson rajta volt, és az alsóvárosi egyesülettel közösen ők vállalták ennek a jogi vonatkozásait, hogy hogyan lehet ezt helyrehozni, illetve szeretnénk közadakozásból úgy helyrehozni, hogy az minőségileg is megfeleljen az eredetinek, tehát ezért keresünk fényképet a régi emlékműről. Hát közel 10 évig itt volt, és gondolom, hogy június 4-én gyakran itt fotózkodtak többen is. Nekem is van a birtokomban egyet, talán a nézők is meg tudnak nézni, hogy valami hasonlóra gondolunk, hogy ahol a részletek jobban látszanak, úgyhogy ezeket a fotókat keressük, de azt gondolom, hogy 22 év után végre eljön lassan majd az ideje annak, hogy ez az ország zászló, mármint az én életemben 22 év, amióta ezzel foglalkozom, eljön, hogy megkapja azt az engedélyt a várostól, hogy ez visszakapja az eredeti formáját, mert azért ez a város közakarata volt, nem a képviselő testület döntött, és nem a képviselő testület adott rá pénzt az egyébként befolyó polgároknak az adójából, hanem a polgárok erre direkt adakoztak, és most is direkt adakozásból szeretnénk, nem terhelve a városi költségvetést, ezt helyreállítani. Ez lokálpatrióta szemlélet a részünkről, és ebben remélem a Jóisten is meg fog segíteni, és köszönjük a médiának. A szekszárdi lokálpatrióták tehát fotókat várnak az egykor a Béla király téren álló országzászlóról. Földi István pedagógus, író, tankönyvíró és lapszerkesztő is volt. Székelyföldről vezetett az útja Tolna vármegyéig. A képzőművészetet tanult és 120 éve született sokoldalú ember iskolát is szervezett Tevelen. Unokája tartott interaktív emlékestet Dombóváron a művelődési házban. Földi István legidősebb unokája, dr. Sánta Péter, aki nagyapja munkásságához méltón híven őrzi annak eszmeit, tudásbeli hagyatékát. Neki még van emléke róla, nem csak mások elbeszéléséből emlékezik rá, hanem saját személyes emlékei által is. Akkor én még csak azt láttam, hogy nekem egy nagyon jó nagyapám van, aki szeret engem. A halálát föl se fogtam, ahogy így visszagondolok, viszont az egész szerintem a szűkebb, vagy talán a tágabb családnak is köszönhető, akik olyan szeretettel ápolták az emlékét, hogy engem a saját életkorom szintjén ezekbe az emlékekbe, amik nem az én óvodáskori személyes emlékeim, abba is beleavattak. Miket csinált a nagypapa, hogy zajlott az ő élete, mik voltak a nagy sorsfordulói. Én ezekről a magam szintjén, gyerek szintjén már kaptam a családtól bőségesen információt, és később pedig felnőtt, vagy már majdnem felnőtt fejjel, pedig már kirajzolódott előttem a teljes kép az ő személyiségéről, meg a munkásságáról, amiben ennyi minden dolog belefért. És aztán jóval később jöttem rá, hogy ez a Kodálytól induló megközelítés, hogy a kultúrát azt el kell sajátítani, ez milyen jól illik ide.
és utána lassan rájöttem arra is, ami az előadásomban, és utána próbáltam mutatni, mint vezérfonalat, hogy nem csak elsajátítói vannak a kultúrának, hanem továbbadói is, leginkább tanárok, és akkor vannak, akik még a kultúrát azt még alkotják is, ők a művészek és az alkotók, de ezek akár lehetnek írásművek is. Ezzel pedig már is előtte állt nagyapja személyisége. Földi István, amikor nem tankönyvet írt, akkor a vidéki hétköznapi ember életét kutatta, azt akarta minél jobban megismerni. Mai szóval élve polgári plebejus indítatása volt. Egy iparos városban nőtt fel, és ennek ellenére a város környékén levő falvak földműveseinek életével szerves kapcsolatban állt már gyerekkora óta. És ő neki tetszett ez a világ, értette is ezt a világot, értett a nyelvükön, és nagyon-nagyon fontosnak tartotta egészen korai, tehát ahogy a tanári diplomáját átvette már attól kezdve, hogy a kultúrában mindenki lehetőség szerint kapja meg azt, ami fontos. Tehát nem a nemzeti kultúrában. Nem maradjon senki mindazon kulturális elemek nélkül, ami egy magyar tudatú embert, egy jó nemzettudattal bíró embert jellemez. Ez volt talán a legfontosabb, amit én leszűrtem magamnak az ő életét és munkáját tanulmányozva. Földi István fiatalkora óta újságíróként tevékenykedett. Ez a korszak szánypróbálgatás volt, addig, amíg saját lapot nem alapított. Először a közéletiség volt az életében, majd a szépirodalom, a regények, elbeszélések írása később jelentkezett nála. A kisebb karcolatok, novellák újságba jelentek meg. Az első nagy téma az első világháborús veterán életét bemutató nemere fúvás volt 1937-ben. És akkor utána mindig érdeklődésre, valahogyan közérdeklődésre számot tartó történelembe ágyazott témához nyúlt mindig, amikor szép irodalmat írt, és nem publicisztikát. Képzésiparművészeti főiskolán végzett Budapesten 1927-ben, és ő rajz- és művészettörténet tanár volt. Tehát ő azért ment oda, mert ügyeskezű rajzoló lévén össze akarta kapcsolni, hogy ő mindenféleképpen tudásátadó szeretett volna lenni, és a tanári szakma alapjait ott megkapta. Tehát ami a pedagógia, a módszertan és az összes többi dolog, azt ott a képzőművészeti főiskolán a rajztanároknak a művészetek és a művészeti technikák mellett ugyanúgy oktatták. Tehát ő tanár volt a szó legeslegjobb értelmében, mint szépíró, hogy ő teljesen autodidakta volt. Tehát nem volt a családban senki, még nem volt olyan nagy példakép, akit ő követett volna. Egész egyszerűen a maga természetességében jött belőle ez a dolog. Tehát soha nem mesterkélt az írásait olvasva, és mindig tele van szívvel, tele van lélekkel, természet és az ember szeretetével, és egy kicsit talán én a népi írókhoz tudnám besorolni őt. Tamási Áronnal jó ismeretségben volt Földi István, ezért ő is hatott írásos munkásságára. A többi kortárs írót is ismerte. A háború után, amikor elszakadt szülőföldjétől, Székelyföldtől és Magyarországra jött, már nem tudta úgy ápolni velük a kapcsolatot. Domonkos Pál Péterrel, aki szintén tanár és néprajzos, népművelő volt, tartotta továbbra is a kapcsolatot, de Tamási Áronnal már csak keveset találkozott. Földi István 120 éves születési évfordulója április 23-án volt. Ennél szebben kevesen tudnak megemlékezni szeretett nagyapjukról, mint ahogyan ezt dr. Sánta Péter, a hagyományőrző unoka tette, a Dombóvári Művelődési Házban tartott emlékestel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!